így néz ki. Szóval ez a videó, sziasztok, egy vakolatjavítást fog bemutatni. Itt van a hibás vakolat. Ez egy leázás, ami meg van szüntetve egyébként, már, tehát már nem ázik le. És ezt a vakolatot szeretném kijavítani, és ezt bemutatni nektek. Itt van egy ablak, és ezt az ablakot szeretném úgy kialakítani, megcsinálni, hogy pont ilyen legyen, mint ez, és ezt be fogom mutatni. Így néz ki ez a meg van csinálva, és ezt ugyanígy szeretném megcsinálni, ezt az ablakot. Közelem megyek. És ugye ezt a vakolatot is meg fogom csinálni. Itt van az állvány, félig össze van rakva. Most ezt fogom összerakni. Szóval levertem a leázást. Így. És a vakolatot drótkefével ledrótkefeztem tégláig. Lealapoztam, és azt a részt, ahol megmarad a vakolat, azt élbevágtam, hogy az új vakolat az mélységébe találkozzon a régi vakolattal. Itt az ablak mellett levágtam, itt lesz a csempeburkolat. Igen, nem csempe, hanem klingerlap. Itt fent, ahol leázott, ugye ez megvan szintetve már ez a leázás. Ez egy nagyon rossz felület, hát ledrótkefésztem, lealapoztam, és ide fogok rakni a csempe ragasztóval, kiglettelem egyenesre, és rárakok majd ilyen XPS lapot, hungarocell, de XPS-nek hívják, mert vízálló, meg kemény, és ezzel fogom egyenesre tenni, majd azt is megmutatom. Lealapoztam, cerezit, sárga cerezittel, minden felületet le fogok alapozni. Lemostam, következik a visszaépítés. Ezt a felső részt, ezt így csemperagasztal beragasztottam. Egy ilyen rácsos élvédőt beragasztottam, most vakolom. Na, hát ilyen vakoló sínt ragasztottam be. Ez azért van, hogy le tudjam húzni egyenesre a falat, ide is. Leszoptam, és akkor így egyenes lesz a felület. Itt is van. És akkor majd... így le tudom húzni. Nem majd a vakolás. Szóval itt tartok. Az ablakoknál megcsináltam a vakolást egyenesre. Ide mennek majd a klingerlapok. Ez még benn van. A zsalú. És így ez már
ez itt fönn megvan, és ugye ezt kell levakolni itt, és így csinálom meg, hogy alávakolom az eredeti nemes vakolat szint alá 4 mm-re. Úgy csinálom meg, hogy ezt így fölragasztottam, így végig, és ilyen csavarokat tettem bele, ilyet, amit 4 mm-rel alá csavarok be, ilyen tiplibe, hogy ez 4 mm-rel lejjebb legyen. Ez, tehát látszik, hogy ez meg ez, a másik fele, ez a vakolat szintjébe van. Ez így egyenes, és tehát a nemes vakolat szintjébe van, és ez ide befér, ez a 4 mm. És hogyha jön rá az új nemes vakolat, akkor szintbe fog találkozni a régivel. Ezért kell az alapvakolatot 4 mm-rel, 3,5-rel alá tenni. Itt van, itt a csavar. És ezeknek a csavaroknak a szintjébe fogom ezt a sínt felragasztani csemperagasztóval. Tehát függőlegesen is vannak. Pont olyan távolságban vannak ezek a csavarok, hogy ez a szerszám, ez átéri. Na most megpróbálom messzebbről. Nem tudom, hogy látszik-e, szemére nem látszik. Tehát így vannak főtéve. Itt látszik a csavar. Így van sínkba rakva. Itt is egy csavar. És így. És akkor meg lesz ez a mélység, ami adott. Igen, tehát ott tartok, hogy ugye az alapvakolat az megvolt, és rátettem a nemes vakolatot. Nem is látszik annyira. Ez egy fehér színű nemes vakolat, baumit zsákos, 2 mm szemcse mérettel, és föl van téve. Most lefestem. Először közelből megmutatom, fölmászok. Ez a régi vakolat. Ez meg az új. Egyáltalán nem látszik a különbség. Teljesen szintben van. Struktúra ki van alakítva. Drót kefével föltettem, és amikor félig megszáradt, akkor drót keféztem. Dörzsöltem, és ilyen lett. Pont ugyanolyan. Ugye ki van hagyva az ablak körül klingerlapnak, ide lesz ragasztva a klingerlap. Most először lefestem. Le lett festve, kétszer, polifárbe, diszperziós festék. A lábazatot leragasztottam, ezt majd le kell szedni. Most következik az ablak keretnek a kirakása. Az egyik oldalát kiraktam,
így, úgy van rakva, hogy itt hosszú, rövid, hosszú, rövid, hosszú, rövid, és belül rövid, hosszú, rövid, hosszú. Itt kijelölsz egy fúgatávolságot, itt, itt, és visszaméred a legalsó egésznek a távolságát, és az alsót kiméred, hogy mennyi legyen, és így fölépíted szépen. És itt fog végződni. Így még nem raktam ki. Tehát itt látszik, hogy egy fúgatávolságot kimértem. Megszoroztam 13 x 7,1 és a fúgatávolságokat, és itt lesz az utolsó. És azt lemértem, és azt kiszabom. Tehát minden egyes klingerlapot kiszabok. Ilyen tervrajzot csináltam. És itt mindegyiket külön-külön megmértem, hogy mennyi lesz, és így ki fogom szabni, és így, amikor leszabtam, itt lesz az összes, úgy utána simán föl tudom rakni. Például itt hagysz egy, hogy beférjen egy ilyen ide, és akkor majd ki lesz fúgázva, és minden passzolni fog. Nagyon kell vigyázni, hogy ez a felület, ez ne legyen csemperagasztós, mert nagyon nehéz leszedni. Úgyhogy ha az lesz, akkor egyből le kell törölni. A fúgázásnál meg különösen, majd megmutatom, hogy mivel kell. Tehát most akkor ez fölmegy, ez az oldal, és majd a teteje. Így kell leszabni. Kész van a másik fele. Itt látni kell, hogy hosszú, rövid. Hosszú, rövid. Rövid, hosszú. Rövid, hosszú. Itt a fősőné, ezt úgy kell megcsinálni, hogy kijelöljük a közepét. És a közepére fogjuk rátenni, itt az a vonal, az a közepe. És a közepére, pont a közepére fogjuk rátenni a lapot. És attól függően, hogy rövidet vagy hosszút teszünk rá, ettől függően fog kijönni a szélén, hogy itt rövid vagy hosszú lesz. Ezt ki kell számolni, tehát el kell dönteni, hogy ide rövid vagy hosszú kerül. Hogy ide hosszú kerüljön erre a helyre. Kiszámoljuk, tehát föltesszük ide a közepét, kiszámoljuk, és itt el fogjuk kezdeni rakni. Föltettem egy ilyet, hogy így kezdem, és így megy a többi. Nem tudom, érthető volt-e. Na, elkészült a főső is, most jön a fúgázás. Mondtam, hogy a fúgázásnál fogom mondani, hogy kell csinálni. Tehát ezt be kell alapozni, tehát alapozóval be kell kenni, és megcsinálsz egy ilyen 5-6-7 sort, 5-6-7 lapot, és utána megvárod még, meghúz a fúga, és utána letörlöd, mert nagyon alaposan le kell törölni, mert ezek a struktúrált felületek, ezek a kringer lapok,
ezek ilyen cementfátyolosak lesznek, ha nincs letörölve rendesen. Nem is mindegy, hogy mivel törlöd le, mert nem viszi le a fúgát a sima szivacs, hanem ilyennel, ilyen szivacsal kell letörölni, ami ilyen kockára van vágva, és ilyen fogantyúja van, ez leviszi. Különben cementfátyolos marad, és azt meg nagyon nehéz leszedni, hogyha megszárad utána. Úgyhogy a fugázásra nagyon kell figyelni, hogy tiszta legyen a felület utána. Majd megmutatom, ha kész van. Kész van, ki van fugázva. Hogyha marad rajta ilyen cementfátyol, akkor az száradás után ilyen szappanos dörzsivel, finom dörzsivel el lehet távolítani. Most jön az eresz alja. Ezt kell belamberiázni. Ilyet kell csinálni. Fából. Össze kell ragasztani. Összecsavarozni. És ide be kell szabni. És fölcsavarni, és alulra megy a lambéria. És utána festeni. Itt azt hiszem ennyi. Hát kész van. Meg van csinálva a dobozalás, az ablak. Másikon is a dobozolás. És így néz ki.